A tanítás, a tanár-diák viszony az utóbbi évtizedekben megváltozott, a két szereplő mára egyenrangú féllé vált. Az 5. közoktatási konferencián a vajdasági pedagógusok az új irányelvekről, új módszerekről hallhattak előadást. Dr. Varga László, a Soproni Benedek Elek pedagógiai kar docense a gyermekévek fontosságáról tartott előadást, hangsúlyozva a pedagógus felelősségét a diák személyiségének kialakulása során. Az emberben való beavatkozás, a jó szándékú beavatkozás lehetősége felnőttkorban már egyre inkább csökken. Tehát ott gyermekkorban kell megalapoznunk az emberi életet. Két nagyon fontos tényezője van ennek a megalapozásnak. Az egyik a biztonságérzet, az ingergazdag környezet, a másik pedig a szeretet. Egyebek mellett a pletyka tanításban és tehetséggondozásban betöltött szerepéről, illetve a humor és a képzőművészet kapcsolatáról is hallhatott a közönség. A konferenciánk az sokszor egy felvezető, bevezető a nyári akadémiára. Tehát ezeket a témákat bővebben a nyári akadémia folyamán tudjuk feldolgozni. A konferencián több alkalommal is elhangzott. Ma már nem a tanterv, hanem a diák áll az oktatás középpontjában. A pedagógusnak szem előtt kell tartania azt, hogy minden gyerek jó valamiben, és ezt a területet kell erősítenie. A tanárok azt mondták, egyetértenek az új trendekkel, de úgy érzik, a körülmények nem mindig adottak. Az osztálylétszám sokszor túl nagy ahhoz, hogy mindenkivel külön foglalkozzanak, és hiányos a technikai felszereltség is.